Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, a DESZI közönséget különösen szeretjük, és bemutatkoznánk. Mi a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának fakúvos tanárai vagyunk, dr. Varga Laura Fugola művésznő, egyetemi tanár, habil, ahogy szokták mondani, BLA habil, ugye így szokták mondani, úgyhogy ezt meg tudtam tanulni, ez már egy előny. Tóth György Jobó a művésznő, Vizsai Lívia, szintén az intézetből jöttem, és most egy kellemes műsort szeretnék adni önöknek itt az árnyas fák alatt. Antonio Vivaldit választottuk első céltáblánknak, és nagyon kedvenc szerzőnk Antonio Vivaldi, aki a velencei világban és a velencei pezsgő zenei életben egy árvaházban tanított, és egyébként pap volt, és rengeteg fiatal tanított meg a zene szeretetére, és rengeteg koncertet írt, hegedű versenyeket, zongora versenyeket, mindenféle hangszerre írt, Fagottra 38 versenyművet írt, úgyhogy én őt különösen szeretem. Most egy trió, papos trióval fogjuk előadni az ő G-moll koncertóját, ami három tételből áll, egy gyors, egy lassú és egy gyors. Hallgassák szeretettel a koncertet és mulassanak jól. Köszönjük szépen. Thank you.
Thank you.
Annyit koncertezünk, elnézést,
elnézést kérünk komolyan, de annyit koncertezünk, hogy 18 mappánk van, és mindegyik másik, szóval, hogy és ebből is, ez az ez, és ebből igazatok van, mert ebből mind a négy tétert szoktuk játszani. Ugye? Na megnézem már. Igen. Bocsánatot kérek a kedves közönségtől, akik tovasságért. Csak én átfogásom. Ez a meleg már az agyamra lát.
Bizonyára annak írta, akit fuvalázni tanított, és jó módú volt. És most Laura játszik nekünk egy fuvala szóló szonátát, vagy a szonátából, nem is tudom. A D-moll szóló szonátát. Fantáziát fogja eljátszani nekünk, és mi pedig hátradőlünk a székbe, és élvezzük a szép fuvala szólót. Thank you.